28. ének, a pokol 8. körében, a szakadárok. Ki tudhatná, akár prózában is, leírni azt a sok vért és sebet, amit láttam. Meddő próbálkozás. Itt minden nyelv kudarcot vallana, mert nem képes se elménk, se beszédünk arra, hogy ezt fölfogja és megértse ha egybegyűjtenénk mindazokat, kiknek a balsorsú apuliában vérük folyt egykor, a trójaiak ellen csatázva, meg a hosszú harcban, melyben tömérdek gyűrű lett a zsákmány. Lívius írja le hitelesen. Meg azokat, kiket kemény csapásért, mert Robert Gujkárdal szembeszegültek meg akiknek a csontja széthever, csepránó mellett, ott, hol áruló lett minden apuliai. A tájék godzó felé, hol harc nélkül győzött alár, ha megmutatnák csonka átdöfött tagjaikat, mindez utol nem érné a kilencedik rovat szörnyűségét. A hordó, hadongája kiesik, kettéreped. Egy embert láttam így, fölhasítva, szájától fingjukáig. A lába közt lógtak a belei, látszott a szív, a máj s a rusnyazsák, mely szart csinál abból, amit zabálunk. Míg bámultam meretten, rám tekintett, s kezével széthúzta a melkasát. Nézd ide, mondta, föltépen magam. Nézd, hogy van szétszakadva Mohamed. Előttem itt zokogva megy Alig állától szétreped föl a hajáig. És akiket látsz még, mind a többiek, széthúzás szítottak, és meghasonlást, míg éltek. Most ők vannak széthasadva. Ott hátul áll egy ördög, az niszál ilyen kegyetlenül mindegyikünket. Egy karcsapással újra fölhasít, ha körbejártuk a kínos utat mert minden sebünk szépen összezárul, mire megint szín elé jutunk. De te ki vagy, hogy ott bámulsz a hidról? Tán így próbálod egyre halogatni a bevalláskor kapott büntetést? Halál még nem sújtotta, és nem a bűne juttatja szenvedésre, szólt a mester. Azért, hogy tapasztalatot szerezzen, én, aki meghaltam, végigviszem a pokol egyre mélyebb körein. Ez úgy igaz, ahogy most itt beszélek. Ezt hallva száznál többen is megálltak az árokban, és nagy csodálkozással bámultak rám, gyötrelmüket feledve. Te, aki tán meglátod nem sokára a napot, mondd meg Dolcino barátnak, ha nem akar itt túl hamar követni, gyűjtsön be élelmet, mert a hó lehull, a novaraiak legyőzik, amire másként esélyük se volna. Már emelte a lábát, hogy tovább lép, úgy mondta nekem mindezt Mohamed, aztán letette, s lépett is tovább. Egy másik, akinek lyuk volt a storkán, az óra fölvágva szemöldökig, s a két füléből is csak egy maradt, szintén megállt, és csodálkozva bámult, majd elsőként nyitotta a gigáját, mely vérvörös volt a sebe körül. Te, akit nem a bűn ítélt ide, láttalak olaszföldön odafönt, ha csak nem tévesztelek össze mással. Majd emleges Pierre de Medicinát, ha újra látod az édes lapájt, mely vercelli fut le a márcsabóig. Mondd meg Fánó két legjobb lakosának, a nemes Guido, Angelio úrnak, Hogyha jól látszik innen a jövő, ki fogják dobni őket egy hajóból, zsákba kötözve, katolika mellett. Egy ajas zsarnok lesz az árulójuk. Ciprustól Malorkáig még sehol nem látott Neptun így alázatot, se kalózoktól, se argosziaktól. Az áruló, a félszemű, ura a Földnek, melyről egyik társa mit azt szeretné, ha sose látta volna meg fogja hívni tárgyalásra őket, s majd úgy intézi, hogy nekik ne kelljen fokaránál a szélhez könyörögni. Én így szóltam. Mutasd meg, ha szeretnéd, hogy odaföntre híredet vigyem. Ki az, akinek keserű a látvány? Egy társa állkapcsát megfogta ekkor, s a száját a kezével szétnyitotta. Ő az kiáltotta, de nem beszél. Előzték, s ő elaltatta a kétejt, Cézárban mondván, aki készen áll, annak csak árthat a halogatás. Most itt állném a kétségbeesésben, tövig kimetszett nyelvel, Csúrió, ki valaha oly vakmerőn beszélt. Egy másik, kinek két kezét levágták, csunkjait fölemelte a homályban, arcára csöpögött közben a vér. Emlékez kiabált moszkára is. Ő mondta, fél munka nem munka, ezzel rossz magot szórt a toszkánok közé. Én hozzátettem, s házat belepusztult. Ő fájdalmát így egy újjal tetézve, eszelős bánatban útjára ment. Maradtam még, néztem a sokaságot, s olyat láttam, amit félnék mesélni, hisz nincs rá bizonyítékom, tanúm de bátorít a lelki ismeret, mely jó barátként páncélt ad a szívre, amikor tisztának érzi magát. Én tényleg láttam, s most is szinte látom, hogy a fejetlen test is gyalogol a komor csorda tagjaival együtt. Levágott fejét fogta a hajánál, s lógatva vitte, mint lámpás szokás. A fej ránk nézett, s így szólt, jaj nekem, Lámpása volt maga saját magának. Egy volt a kettő, s kettő volt az egy. Ez hogy lehet? Ki így rendezte, tudja. Amikor pont a híd lábához ért, karját a fejjel együtt fölemelte, hogy közelebbről halljuk, mit beszél. Nézd, mondta, iszonyú a büntetésem. Te, aki lélegzel, s úgy nézelődöl holtak között, láttál-e súlyosabbat? S hogy rólam is tudósítsd a világot, tudd meg, Bertrand de Born vagyok, aki rosszat sugaltam az ifjabb királynak. Apát s fiát egymás ellen tüzeltem, gonoszabbul, mint egykor, Arkitó felhergelte Absalomont s Dávidot. Mivel elvágtam egy rokonik kapcsot, elvágva hordom, íme az agyam a gerinctől, amelyből származik. Én példázom az ellenbüntetést.